A mérkőzés elején felváltva estek a kosarak, egyik csapat sem tudott meglépni a másiktól, az első negyed 21-20-as hazai vezetéssel zárult. A második 10 perc derekán 7 pontos előnyre tettek szert a fővárosiak, de a játékrész 40-40-nel végződött, köszönhetően többek között a fiatal Sitkumártan által elsüllyesztett egymás utáni két triplának. A harmadik negyedben sem változott a helyzet, fej-fej mellett haladtak a csapatok, így a záró 10 perc 58-58-ról indult. A hazaiak minimális előnyre tettek szert, és azt a hajráig meg is őrizték, és mivel a fontos pillanatokban jó döntéseket hoztak, megnyerték a mérkőzést, véget vetve a Honvéd győzelmi sorozatának. Az döntött, hogy a alsó poszton az elején gyengén kezdtünk, aztán az Emmanuel egyre jobban játszott, illetve végig csapatként játszottunk, ez volt a döntő szerintem. A nyíregyháziak amerikai centere Emmanuel Gent 25 ponttal és 10 lepattanóval járult hozzá csapat a győzelméhez. Jól játszottam, elégedett vagyok magammal a végén, kifejezetten jól sikerültek. Volt olyan periódus, hogy nem éreztem magam százasnak, de szerettem volna akkor másban előrukkolni, segíteni a csapatom, amiben csak tudom. A korábban játékosként nyíregyházi színekben is szereplő Puskás Artúr szerint a házigazda megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Az extrákat a hazaiak hozták, akiknek ezúton is gratulálok, megérdemelték a győzelmet. Kritikus helyzetekben mi rossz döntéseket hoztunk, ők náluk pedig mindig volt valaki, aki előlépett és hozzátett valami pluszt. Egész egyszerűen ez nem a mi napunk volt, kicsit fásultabbak voltunk, mint szoktunk. A forduló további eredményei a következők: Eger Mavsz 2 95-72, Hódmezővásárhely Békés 181, Nagykőrös Óbudai Kaszások 69-64, Miskolc, Debrecen 68-62 és Tiszaújváros Salgótarján 76-68. Az NB1B keleti csoportjának élén egyedüli 100%-os csapatként a Hódmezővásárhely áll, megelőzve az egyaránt 4-1-es mutatóval rendelkező Tiszaújvárost, Budapesti Honvédot és Miskolcot. A Nyíregyháza Blue Sharks 3 győzelemmel és 2 vereséggel a 6. helyen várja a következő fordulót, amelyben az Óbudai Kaszások otthonában lép pályára.